Az Artisius díjas magyar énekesnőt köszöntette a Nagy Érdemű Tamásiban, ahol nem feltétlen karácsonyi dalokkal alapozta a jó hangulatot Farusi Marian. Hát én a tamási közösségnek már üzentem előre, hogy eszükbe ne jusson, hogy én adventi dalocskákat fogok énekelni, bár van olyan műsor, amit hiszen a Kálmán Péter opera énekes barátommal egyszer csináltunk, amin a mennyből az angyaltól kezdve tényleg csodálatosan szép ilyen klerikális dalok vannak, de hát nem azt akartam, hogy itt most az legyen, hiszen mindenki jól érzi magát, forralt bort iszik, fázik, szeretne egy kicsit mulatni, és azt hiszem, hogy rá kell készülni a karácsonyra, amikor aztán majd ihletett állapotban mindenki átölelheti a családtagjait, a szeretteit, de most annak volt itt az ideje, hogy énekeljünk egy kicsit együtt. Az előadók életében általában, és aki egy kicsit is empátikusabb, a karácsony azt jelenti, hogy ilyenkor megsokszorozódik a jótékonysági fellépések száma. Én tegnap előtt voltam például egy olyan idősek otthonában, ahol demenseket ápolnak, és ahova én minden évben el szoktam menni. És egy fantasztikus érzés, és tényleg nagyon sokan esetleg nehezen bírnák, hogyha megkérdezem, hogy is emlékeztek, amikor tavaly itt voltam, és így néznek, mert senki nem emlékszik rá, és mindig meg kell őket győznöm, hogy szeretnek engem, és hogy én is őket, és hogy jaj, de jó, dalokra sem emlékeznek igazán, tehát ez egy komoly feladat, lélekemelő, lélekpróbáló feladat. De hát emellett természetesen ilyenkor a gyerekotthonokba megyünk, a rákos gyerekek otthonába, kórházakba, mindenhova, ahova csak lehet egy kicsit megédesíteni az ünnepet, és mássá tenni azokat a gyógyulás mindennapjait, amit ott az emberek, a gyerekek eltöltenek. Karrierje az 1983-as Ki mit tud győzelemmel indult, ahol a jazz énekes kategóriában lett a legjobb. A közönség aztán számos zenei stílusban hallatta már énekelni, hogy melyik is áll a legközelebb hozzá. Mindegyik, szóval én azt szeretem az egészben, hogy ilyen eklektikusan tudom vinni az életemet. Én opera énekes vagyok, ehhez képest a népdaloktól kezdve a kortárs operán keresztül tényleg mindent szeretek énekelni, és ragaszkodom is hozzá, hogy a műsoraimat úgy állítsam össze, hogy ebben minden legyen. De ami a szívemhez leginkább közel áll, az a Presser Gábor féle, ez a bluesos stílus, ami szívbe markoló, és amit nagyon-nagyon jó énekelni, és meg én szerintem hallgatni is. Az ország egyik legsikeresebb duójával, az 1988-ban alakult Padödővel vált ismerté, majd később hangi adottságainak köszönhetően a zene legnagyobb mestereivel is együtt dolgozhatott. Az az igazság, hogy a Padödő a legrégebbi, tehát a Padödő egy 36 éves történet. Olyan pontosan lett pozícionálva az első perctől kezdve, tehát nem alakítottuk át, végig ugyanahhoz a zenei stílushoz, ez az eurodiszkos zenei stílushoz ragaszkodtunk, és ha valamit is változtattunk, az csak az a technikai felkészültségben volt, hogy milyen volt az első digitális lemez, például Magyarországon digitálisan felvett lemez, csináltunk formára vágott lemezt, amit még senki, csináltunk szagos lemezt, amit még senki. Tehát olyan vackokat így hozzápakoltunk ehhez a dologhoz, amivel úgy gondoltuk, hogy több, de magát a stílust, azt mindig megtartottuk. Tehát tőlünk mindenki azt kapta, amit várt, és ez szerintem egy nagyon fontos állandó dolog. Technikailag és mindenileg egy kicsit próbáltunk fejlődni, de szerintem emiatt aztán tűpontosan tudják, hogy a Padödő az Padödő, hogy az micsoda. És aztán emellett meg, hogyha bármere elkalandozom, hát boldog vagyok, hogy mindent örömmel fogadnak tőlem. Falusi Mariannal a koncerteken kívül a színházban is találkozhatunk, amellett, hogy a tévéképernyőn is gyakran feltűnik egy-egy műsorban. A tévé az egy egészen más dolog. A tévében az ember egy műsorban vesz részt, abban a struktúrában megpróbál valahogy beleépülni. Éppen tegnap volt egy érdekes felvétel, a Partizánnak lesz egy olyan adása, egy szilveszteri adás, ahol a megasztárra, a megasztárnak a történetére emlékeztek, és a producerektől kezdve a zsűrit hárman képviseltük, a Bakács, a Presser és én, meséltünk
történeteket, aztán utánunk még jött a zenei kísérő, meg a Tilla, tehát a műsorvezetők, és így mindenki erről érdekesen mesél, szerintem egy marha jó adás lesz. Szóval igazán ott pontosan erről beszéltem, hogy ha elmegyek egy adásba, én ott egy statiszta vagyok a többiek között, többiekkel együtt. Hiába én vagyok a zsűri, akkor is ott egy szereplő vagyok. A színpadon ott van egy előre kitalált valami, egy színdarab, amiben részt veszek, és amiben jó esetben embert próbálok, tehát például a Menopauza című darabban azt hiszem 22-szer öltözünk át, ott a Hernádi Judittal, a Nárai Erikával és a Tóth Jenikővel vagyok együtt négyen, és a zene, tehát a koncertek, azok pedig az én kreálmányom, azt én választom, én találom ki a miértjét, hogy mit miért énekelek. Én azt hiszem, hogy tulajdonképpen ez a legizgalmasabb, és ez a legsokrétűbb feladat. Az énekesnő fontosnak tartja a másokon való segítést, nincs ez másképp a szeretet ünnepén sem, karácsonykor is számíthatnak rá azok, akik úgy érzik, szívesen kiöntenék a lelküket valakinek. A gyerekkoromban csodálatos karácsonyaim voltak, aztán úgyis, amikor nőttem fel akkor is, amikor elvesztettük apukámat, akkor már egy kicsit meghittebb volt még inkább az anyukámmal, de valahogy az az igazság, hogy amikor mások karácsonyoznak, amikor mások ünnepelnek bármit, és akkor mi a színházi emberek, színpadi emberek szerepelünk, és én például még annál is jobban, a Györgyivel együtt szoktuk a rádióban vezetni ezt a karácsony esti műsort, tehát 24-én én délután 4 és 8 óra között bennülök a rádióba, és mint egy lelki elsősegély hallgatom a betelefonálókat, és hogyha valakinek nem sikerült, akkor még 25-én is ott leszek, tehát ez két napon keresztül, de ez lesz majd szilveszterkor is, meg minden ilyen sátoros ünnepen, tehát én szeretek helytállni akkor, amikor más pihen. Amikor más pihen, akkor mi dolgozunk. Ez egy sajátságos dolog. A karácsony az pontosan ugyanilyen, nem különbözik. Lesz szép fám, szeretem díszíteni a lakást, szeretem a karácsony külsőségei, azok nagyon megdobogtatják az ember szívét. Szeretem, ez a legfényesebb ünnep tulajdonképpen, úgyhogy tök jó.